A Szexádi Önkormányzat Szociális, Egészségügyi Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága legutóbbi ülésén áttekintette a város ifjúsági koncepciójának eredményeit. A bizottság az ülésen meghallgatta a Rév segítő Szolgálat intézmény vezetőjét is a 2019-es tevékenységükről. Kálóci Andrea elmondta, tavaly márciustól már nem a Szent Erzsébet Karitas Alapítvány, hanem a Pécsi Egyházmenye az intézmény fenntartója, így Szent Anna Római Katarikai Gondogság részenvedébetegsítő szolgálatra változott a nevük. Az elsősorban alkohol, kábítószer játék függő embereket 20 éves segítő szolgálat a településfejlesztési operatív programnak köszönhetően forrás nyert egy konzultációs központ kialakítására. Idén kezdődnek meg a munkálatok, a központ Szexdon a Vasvári Pál és a Szentgyörgyi Albert utca sarkánáló telken lesz majd. A központ kialakítására 30 millió forintot nyertek a felmaradó 60 millió forintot pedig egyéb forrásokból biztosítják. Az új központban látják majd el a szenvedélybetegeket, a gazdasági iroda pedig marad a Munkácsi utcában. A Rév szenvedélybeteg segítő szolgálat feladatai kellátására az önkormányzatól éves szinten 3 millió forintot kap. A bizottság elfogadta a Rév éves beszámolóját. A döntésekkel kapcsolatban szerettük volna megkérdezni Zaják Ritát, a bizottság ilyen szexszedott képviselő elnökét, ám ő egyiket sem kommentálta.